Nagy csatát ígérte a Larvik és az FTC Real Cargo Hungária női kézilabda csapatának összecsapása az Elek Gyula emléktorna döntőjében. A Ferencváros rögtön az első percben megszerezte a vezetést Zácsik Szandra révén, ekkor kevesen gondolták, hogy a 6. perc végéig kell várni a második hazai találatra. A zöldfehérek sok pontatlansággal kezdték a találkozót, nem véletlen, hogy Elek Gábor hamar időt kért, hogy rendet tegyen a lányok fejében. Ez egy vicc kategória, ez egy serdülő tempó, csak mentális kérdés. Emeld fel a fejedet és harcoljál! A fejmosás használt is a Ferencváros játékosainak. 8 hétre ugye még a BL döntős norvég együttes vezetett, de innentől kezdve az FTC egy 6-0-ás rohammal vette kezébe a mérkőzés irányítását. Laura Steinbach találatának köszönhetően 4 gólos előnnyel vonulhattak pihenőre Elek Gábor tanítványai. A második játék részben nemhogy feljebb zárkózott volna a Larvik, tovább nőtt a különbség a két gárda között, amiben oroszlán részt vállalt Alena Abramovic. Hasanić védése után jöhetnek a norvégok, Hammerzeg most benn van támadásban, és Rigelut és Abramovic! Nagyokat fog Léna, az biztos, hogy zicserek sorát védi a mérkőzésen. Az elkedvetlenedett északiak lélekben feladták a találkozót, így a szoros vereség sem jött össze számukra. A 3 mérkőzésen összesen 19 találatig jutó, ezzel a gólkirálynői címet bezsebelő Tomori Zsuzsa lövésével 12 volt a különbség az FTC és a Larvik között, amely a lefújásra sem csökkent. A Ferencváros végül 34-22-re gázolt át a BL finalistán, és megnyerte az Elek Gyula emléktornát, így magabiztosan készülhet a szeptember 1-i bajnoki rajtra a címvédő Győr ellen.